Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott a mi Urunk, aki újjászült minket Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Tudsz követni? Írom, amit mondasz, Péter. Szerinted el fogják hinni ezt a nagyvárosokban? Egy halott feltámadt. Isten hitet támaszthat bárkiben. De akkor még azt is írt. Nem kitalált meséket mondunk Jézusról, hanem szemtanúi voltunk isteni fenségének. Milyen jó lehetett neked! Jézussal jártál mindenhova. Ott voltál minden fontos eseménynél, mindent láttál és hallottál. Az első perctől kezdve jó volt a közelében lenni. Nagyon sok mindent megértettem Isten csodálatos szeretetéről, szabadításáról. Hitem egyszer a fellegbe repített. Máskor pedig a legnagyobb mélységeket jártam meg. Nem mindig volt könnyű. De Jézus megszólított és elhívott. Megváltoztatta az egész életemet. Jöjjetek utánom, és emberhalászokká teszlek benneteket. Hogyan? Kövessünk téged! Nem vagyunk méltók rá. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Elközelített az Isten országa. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem,
hogy az evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Simon, kövess engem! Bár nem tudom, mi hasznomat vehetnéd. Én csak egy egyszerű halászember vagyok. De érzem, hogy szavaidban erő van. A te szavadra mégis. Követlek, Uram! Kinek mondanak engem az emberek? Némelyek Keresztelő Jánosnak. Mások Illésnek. De azt is hallottam már, hogy Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Hát ti, kinek mondatok engem? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Boldog vagy, Simon, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig azt mondom neked, te Péter vagy, és ezen a sziklán, a tanúságtétel kősziklán építem fel egy házamat. Hozzád tételét,
Az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Mit mondasz, Jézus? De hát te semmi rosszat nem tettél. Emberek sokasága neked köszönhet egy új életet. Kit meggyógyítottál? Kit megszabadítottál az emberek megvetésétől? Vagy éppen a haláltól? Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ez a Jézus csak megbolygatja a népet. Lassan már senki sem hallották. Mindenki a csodatevőt akarja látni, és őt akarja követni. Isten atyának nevezi. Hogyan merészel ilyen Isten káromlást? Meg kell ölni, mielőtt még nagyobb hatalma lenne, mint a miénk. De hogyan? Mindenki szereti. Micsoda lázadás törne itt ki, ha valami történne vele? Még az ünnep előtt fogjátok el. A többit majd megoldjuk. Addig is keresetek valakit, aki hajlandó elárulni őt. Higgyetek Istenben, bizony mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Nem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szívünkben. Íme az emberfia átadatik, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Igónyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de három nap múlva feltámad. Össze-vissza beszélsz mindent. Inkább azt mondd meg, szabad-e adót fizetnünk a császárnak? Kié ez a kép és felirat ezen a pénzdarabon? A császári. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Uram, jól megfeleltél nekik. De mit mondasz, Uram? Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? A legfőbb ez. Halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Második ez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Thank you.
Bizony mondom nektek, közületek egy, aki együtt iszik velem, el fog árulni engem. Talán én. Talán én. Talán az emberfia elmegy ugyan, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Vegyétek, ez az én testem. Ígyatok ebből, ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor újat iszom az Isten országában. Mindnyájan megbontrálkoztok bennem, mert megvan írva. Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. Bizony mondom neked, de még ma, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. De most üljetek le itt, amíg én imádkozom. Abba, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal nem úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Simon, alszol, nem tudtál egy órát sem virrasztani. Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Eljött az óra, ima átadatik az emberfia a bűnösök kezébe. Íme közel van az, aki engem elárul. Mester! Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Álljanak elő a tanok! Mit tudtak mondani erről az emberről? Mi hallottuk, hogy ezt mondta. Én lerombolom az emberkéz alkotta templomot, és 3 nap alatt másikat építek, amelyet nem emberkéz alkotott. Teljesen az eredeti Jézussal voltál. Nem tudom, nem is értem, miről beszélsz. Semmit sem felelsz arra, amit ezek rólad vallanak? Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Én vagyok, és meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. Nézzétek, ez közülük való! Nem ismerem őt, hagyjatok már békén! Mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok az Isten káromlást? Mi a véleményetek erről? Bizony, közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. Thank you.
Vagy a zsidók királya? Te mondod. Fellázítja a népet! Megtiltotta, hogy adót fizessünk a császárnak! Nem felel semmit? Nézd, mennyire vádolnak! Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Nem! Mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondatok? Lerombolod a templomot, és 3 nap alatt újra felépíted. Mesélj magadat, szállj le a keresztül! Ha te vagy az Isten fia, menj meg magad, és minket is! A Krisztus, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyük! Én Istenem, miért hagytál el engem? Nézzétek! Élést hívja. Elvégeztetett. Ez az ember valóban igaz volt. Meghalt. Vége mindennek.
megtörgattam háromszor, ahogy mondta. Elvesztem. Szeretsz te engem? Igen, uram. Te tudod, hogy szeretlek téged. Akkor azt mondta nekem, legeltesd az én juhaimat. Én azóta erre tettem fel az életemet, tanúskodni mindenkor Jézusról. Ő meghalt értem, hogy megértsem, milyen elveszett vagyok nélküle. De feltámad, hogy higgyek mindenkor az életben. Őt szolgálom és dicsérem már mindenkor. Erre hívlak benneteket is. Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljátok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sávfárai, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom. Mindörökkön örökké. Amen. Indulj az úton, előre légy, nem tántorítod, ezennyi tét. Élet az útod, végig te látik, és az út végén Jézus fog várni.
mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.